3-4 mm-es kis zöld, zöld oszlódó szövetről van szó, amelyet aztán utána különböző táptalaj keverékekkel arra biztatunk és arra ösztönzünk, hogy sokszorozza magát. Ennyire egyszerű és ennyire bonyolult egy-egy növény klónozása. Itt a Hermann iskola laborjában dísznövények apróhajtásai sorakoznak és nőnek az üvegekben. Az oktatáshoz elég ez a helyiség, azonban ha fejlesztenék a laboratóriumot, akkor az egész régió növény igényeit ki tudnák elégíteni. Most tulajdonképpen keresleti piac van, tehát nagyon nagyok az igények, és a belföldi ilyen jellegű laboratóriumok kapacitás az nagyon elenyésző. Ezért aztán külföldre vannak szorulva szegény termelők minden vonalon, tehát nem csak dísznövénytermesztésben, hanem egyéb vonalon is, gyümölcstermesztésben, zöldség, faiskolai árukban, ami szintén nagyon nagy igényel bír. Vannak tervek a fejlesztésre. Puskás Tivadar polgármestere a laborban azt mondta, hamarosan várható válasz a Földművelésügyi Minisztériumtól. A vidékfejlesztési tárcát a polgármester kereste fel, és kért a labor fejlesztéséhez szükséges támogatást a Hermann Ottó Kertészeti Környezetvédelmi Vadgazdálkodási Szakképző Iskolának.